ha már ennyit beszéltünk, hogy ez milyen nehéz, meg mekkora munka volt, körülbelül meddig próbáltátok, és hogy érzed, hogy mennyire, bár ezt rendező nehezen mondja ki, de mennyire tudtad, vagy tudtátok megcsinálni azt, amit szerettetek volna? Hát az, igazából mi egy iskolának a keretén belül kaptunk lehetőséget arra, hogy működjünk. Tehát tulajdonképpen az Erkel Gyula Zeneiskola ad erre lehetőséget, hogy itt használjuk a termet, a zongorát, Mezei Pál zongoraművész kollégámmal együtt visszük ezt a zenei vonalat végig, és az első 3 hónap, ugye mi iskolai évben tudunk gondolkodni, általában ez a szeptember, október, november hónap azzal telik, hogy a zenei anyagot megismerjük és megtanuljuk. Ugye egyenként, szerep szerint külön jönnek az emberkék. Utána ugye december, január nálunk vizsgaidőszak, egy picit ez ilyen ülepítés van a szerepnek a memorizálása, és utána igazából februárban tudjuk hozzátenni a prózát, és akkor tudjuk elkezdeni a színpadi próbákat. És ugyanúgy, mint a nagyon nagy színházaknál, mint például az Operaháznál, hogy először házi színpadi, kis színpadi, kis termi próbák vannak, és február-március állt rendelkezésünkre arra, hogy összehozzuk úgy az egészet, a zenét a prózával. És ugye áprilisban már a premier volt. Tehát ha úgy veszük, hogy szeptembertől áprilisig, az úgy nagyon soknak hangzik, hosszú időnek hangzik, de heti 2 alkalom van, amikor próbálni tudunk, és hát mindig úgy érzem előtte 2 héttel, hogy úristen, ebből nem lesz semmi, viszont aztán valahogy mégis megoldódik, és remélem, hogy a jövőben is ugyanígy sikerre fogjuk vinni a darabokat. Másfajta színpadi lét, mint te színpadi emberként szoktál, vagy mint amit te csinálsz általában? Hát nekem feltétlenül, hát én pódium színész vagyok, ha lehet ezt mondani, maximum. Egy helyben lecövekelve, kis mozdulatokkal, itt meg játszani kell, a teretbe kell játszani, amekkoránk van. Én a társulat, mi ez a csapat? Hát, hát ők engem inspirálnak. Én tanulok tőlük közben, ahogy figyelem őket. Bár hát ők nem színészi játékkal, hanem inkább a hangjukkal, a karakter hangban, zenében, dalban való megfogalmazásával tanítanak ember. Olyasmire döbbenek rá, hogy hú, ha én legalább ennyire tudnék énekelni, milyen jó lenne. Úgyhogy én tanulok is közben. Ugye a zenedenapon játszottátok, milyen volt a visszajelzés, a közönség visszajelzés, mert te említetted, hogy hát igen. Szerették, nagyon jó hangulata volt a dolognak. A főpróbának kimondottan nagyon-nagyon nagy hangulata volt. Az első előadás, ami már túl vagyunk, ott egy kicsit azért olyan óvatoskodó volt a közönség, de a végére nagyon megnyertük őket, nagyon megnyertük őket. Amúgy téged... Bocs, téged foglalkoztat az, hogy vagy terveid között szerepel az, hogy több ilyen jellegű színházi előadásban, operettben, operában, vagy esetleg prózai darabban játszál? Tehát, hogy a pódium színészből színész legyen, hiszen te régebben is foglalkoztál színházzal, meg azért a mikroszkóp színpad is valamilyen értelemben egy színházi társulat volt. Hát persze, csak arra mondtam én azt, hogy pódium színész voltam, igen, hogy azért magánszámokat adtam elő javarészt. Tehát ritka volt az, hogy én jelenetben játszottam. De egyébként nagyon szívesen játszom én jelenetben is, meg hát a Zenés Színház az meg pláne. Én főiskolás koromban érdekes módon visszaköszön az életem bizonyos eleme. A főiskolán Gerendai Bandi bácsi, ez a Budapesti Tanítóképző Főiskoláról van szó, Gerendai Bandi bácsi csinált egy színtársulatot, egy zenés színtársulatot, ahol valahogy úgy jött össze a dolog, hogy szintén annak ellenére, hogy énekes voltam, tehát ének-zene szakkollégista, ennek ellenére nekem prózai szerepem volt, mint ebben most. Pedig hát a kettő között eltelt, nem is tudom. Nem számolom ki, az nem jó. Inkább nem számolom ki. Magamra nézve nem jó, hogyha kiszámolom. Szóval régen. És ott a Donizettinek a csengettyűjét adtuk elő, ha jól emlékszem.
Igen, igen, az Donizetti, ugye? Ugye Donizetti a csengettyű. Igen, köszönöm szépen, a hozzáértők megerősítettek. Igen, és ott a bankárt játszottam, bizonyos Euler urat. És hát az is egy nagy élmény volt számomra. Ott a főiskolás társak voltak az énekesek. Aktuális a denevér humorra mondani valója most 2013-ban? Hát a jó kedély az mindig aktuális. Hát ez de nem, ez nem úgy aktuális. Ez úgy aktuális, hogy nagyszerű zene, tehát érdemes bármikor meghallgatni. Hát az operettek története az habos, lágy, vidám, jó pofa, hát azért nem van nagyon életszerű. De hát maszkabálok most is vannak, Velencében minden évben van egy. És hát azért az emberek szeretnek farsangolni, szeretnek álságoskodni, és itt most nem a politikáról beszélek, úgyhogy ilyen értelemben persze van, mindig van aktualitása. A játék az ősi, természetes emberi, ösztönös tevékenység.